Forrás kimerülés előtt áll az idei évre szánt 6 millió forintos önkormányzati keret az első lakáshoz jutók támogatására Sárospatakon. A fiatal párok lakásvásárláshoz 10 évre kérhetnek kölcsön egyenként 1 millió forintot az önkormányzattól kamatmentes hitelre. A tervezett keret felhasználási ütemét örömmel nyugtázta a Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, hiszen azt jelenti, fiatalok számára vonzó élettér Sárospatak városa. Ahhoz, hogy további forrást tudjanak biztosítani a letelepedni szándékozóknak, hamarosan módosítani fogják a költségvetést. Ezért a délelőtti Fidesz frakción felmerült, hogy a költségvetés tárgyalásakor ezt a 6 millió forintot ezt megemeljük, és valószínűleg az augusztusi vagy a szeptemberi testületi ülésen erre sor is fog kerülni. Ugyan látni kell, hogy a sárospataki lakáspiac az pang ugyanúgy, mint bárhol máshol az országban, tehát a lakásárak alacsonyak. Talán ennek is tudható be, hogy ugyanakkor a fiataloknak a lakásvásárlási kedve megnőtt, hiszen most lehet olyan áron jó ingatlanokhoz jutni, akár a Bodrogparton, akár a belvárosba, ami a családalapításhoz elengedhetetlenül szükséges. A bizottság ülésen tájékoztatót adott a hulladékszám állításért, kezelésért felelős társaság is. A Zempléni ZHK Nonprofit Kft. Képviselője elmondta, a hulladék lerakók felszámolása hamarosan befejeződik a térségben, beleértve a cinege rekultivációját is. A bizottság több pályázati fejlesztésről is tájékozódott, miszerint a nagyméretű 1000 literes szeméttároló edények mosására, fertőtlenítésére alkalmas kukásoptó beszerzése folyamatban van, akár csak a hulladék udvar kialakítása. Nyertes pályázatok vannak. Hulladékudvarral, szelektív hulladékgyűjtéssel, házhoz jövő szelektív gyűjtéssel, ugye a kukáknak a kihelyezésével. Ezzel kapcsolatban kérdeztük meg, hogy mikorra várhatóak ezek a beruházások, fejlesztések, és azt mondta, hogy számításaik szerint ez a jövő év elejére, idei év vége, jövő év eleje. A fejlesztések mindegyike közbeszerzési eljárást köteles, ezért is tolódott ki az őszre tervezett beüzemelések időszaka, hangzott el a Sárospataki Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.